Áldás békességet! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Egy történetet szeretnénk ma megosztani, amelynek a címe a két favágó. Két favágó ugyanabban az erdőben vágta a fát. A fatörzsek hatalmasak, erősek és ellenállóak voltak. A két favágó hasonló ügyességgel forgatta fejszéjét, de különböző módszerrel. Az első hihetetlen kitartással csapkodta a maga fáját, egyik csapás a másikat követte, legfeljebb csak azért állt meg, hogy egy kis lélegzethez jusson. A második favágó minden órában tartott egy kis szünetet. Naplementekor az első favágó csak a fatörzs feléig jutott. Szakadt róla a verejték, és 5 percig sem bírta volna tovább, olyan fáradt volt. A második hihetetlen módon ki tudta vágni a maga fáját. Egyszerre kezdték a munkát, és a fák is egyformák voltak. Az első favágó nem hitt a szemének. Nem értem a dolgot, mondta. Hogy tudtál ilyen gyorsan végezni, amikor óránként megálltál pihenni? A másik mosolygott. Csak azt láttad, hogy minden órában megállok, de azt nem, hogy ilyenkor a fejszémet élesítem. A te lelkedés olyan, akár a fejsze. Ne hagyd berosdásodni, minden nap fenn meg egy kicsit. Állj meg 10 percre és hallgass egy kis zenét. Amikor teheted, sétálj egy kicsit. Naponta öleld meg, akiket szeretsz, és mondd nekik, szeretlek. Ünnepelj meg minden születésnapot, névnapot, évfordulót és mindent, ami csak az eszedbe jut. Legyél udvarias mindenkivel, a családoddal is. Mosolyogj, imádkozz, segíts valakinek, akinek szüksége van rád. Kényeztesd magad, nézz az égre és törj a magasba. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Amen.